Ebben a videóban megvizsgáljuk, hogy hogyan tudsz szoftverfejlesztői, programozói állást szerezni 2021-ben tapasztalat nélkül. Feloldjuk azt a problémát, hogy mi történik akkor, ha a munkaadók tapasztalatot várnak, de tapasztalatot csak munkaadóktól lehet szerezni. Zsolt vagyok a programozáskarrier.hu-tól. Ha érdekel a szoftverfejlesztés, érdekel a karrierépítés, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és nyomj egy like lá a videóra, mert mindenképp fontos ezeket az üzeneteket terjeszteni. És a Google algoritmusa így terjeszti az üzeneteket. Szóval, szoftverfejlesztői programozói állás tapasztalat nélkül. Ez az utóbbi időben, főleg az utóbbi két kihívás során, ugye felmerült kérdésként többen kérdeztétek, hogy na mi van akkor, ha nincs még tapasztalatom, szeretnék tapasztalatot szerezni, de akik meg tudnák nekem adni a tapasztalatot, azok nem vesznek fel, mert nincs tapasztalatom. Ugye, hát ez mekkora probléma. Ugye ez konkrétan a tyúk és a tojás problémája, hogy, hogy a tapasztalatot várnak a munkahadók, nekünk viszont nincs. És akkor nem is lesz elvileg. De ezt a problémát fel lehet oldani. Nagyon fontos, fel tudod te magadnak oldani ezt a problémát. Hogyan? Legyél te. Hát nem feltétlenül a saját munkaadód, de valaki, aki tapasztalatot biztosít neked. És ezt hogyan tudod megtenni? Ha megfelelően komoly projektet építesz, azzal a kevés tudással, amit eddig megszereztél, ahhoz képest, amit megszerezhetnél, ugye, a karriered során, ami lehet 30-40-50 év, ugye, ahhoz képest, amit én tudok ma, az is nagyon kevés ahhoz képest, amit valószínű 60 éves koromban fogok tudni. Bár ez a nagyon kevés, ez, ez a rengetegnek számít még így is. Ahhoz képest, amit akkor tudtam, amikor pályakezdő voltam. Ugye? Tehát itt folyamatosan egy fejlődési spirálon megyünk keresztül. Ennek a fejlődési spirálnak a melléktermékei, maguk a projektek, amelyeket létrehozol, feltöltesz GitHub Pages-re, Netlify-ra, Python Anywhere-re, akárhova máshova. Csak érdekeljen valami, ást bele magad jó alaposan, és ez elég, ez megfelelően jó lesz. Csak hogy nem véletlenül írtam azt, hogy legyél a saját munkaadód. Itt nem arról van szó, hogy létrehozol egy céget. Itt nem cég létrehozására van szükség. Nem is egyéni vállalkozás létrehozására van szükség. Bár nem rossz ötlet külföldi piacra dolgozni, adózással mindennel együtt, is, ha Magyarországon élsz, van katás, adózás, ugye, és több ügyfeled van, tehát a 12 millió forintot ki tudod maxolni 2021-ben. Tehát ez is egy lehetőség. De most nem a, nem a vállalkozásról beszélünk, hanem az alkalmazotti létről. Tehát itt konkrétan arról, hogy szeretnél egy munkadót, mert ugye hozzáteszem, hogy sokaknak, még nekem is egyébként egy igen jó alternatíva mindig alkalmazottnak elmenni ebben az iparágban, szoftverfejlesztőként. Miért? Mert a szoftverfejlesztőknek megfelelő cégen belül gyakorlatilag aranyéletük van. Ahhoz képest a majdnem nulla kockázatvállaláshoz képest, amit ugye elvállalsz azért, hogy programozhatsz egy munkahelyen, ahhoz képest egy jó szakember rengeteg pénzt visz haza. Összességében, ha vállalkozó lennél, akkor valószínűleg nagyobb kockázatot vállalnál. Nominálisan elképzelhető, hogy akár még többet is lehet keresni, mint egy nagyon jó a munkahelyen. Főleg, a csapatot építesz. De ha nem építesz csapatot, akkor, akkor nyilván egy alkalmazotti lehetőség, ahol még mentorálnak is, és mindent gyakorlatilag alá tesznek, hogy sikeres legyél, kiképeznek, belétfektetnek időt, pénzt, energiát. Ezt így kell nézni. Nem úgy, hogy rossz a munkahely, és gazdagítom a főnököt, hanem úgy, hogy tapasztalattal látnak el konkrétan. Tehát ez egy, ez egy jó választás, és megerősítelek, hogy érdemes ebbe az irányba is menni. Ne hallgass azokra a gurukra, akik azt mondják, hogy fú, az, az egyetem az átverés, meg a, az alkalmazotti munka, az az alkalmazottak kiszipolyozásáról van szó. Nem. Főleg itt Európában. Ugye a munkavállalóknak a joga, jogai jóval nagyobbak, mint az egyes, jóval többek, mint az Egyesült Államokban, ahol még fizetett szabadság sem feltétlenül annyi van, mint amennyi akár Magyarországon. Összességében egy munkahelyen ugye van egy főnököd azért, és mivel van főnököd, azért, rá vagy kényszerítve arra, hogy valamit csinálj. Megfelelő munkát végez, ugye? Amíg te vagy a saját munkadod, az az írod a projektjeidet, és belemélyedsz a technológiába, addig senki se kényszerít rá arra, hogy jól dolgozz. Jó? Ez saját felelősség lesz. És így ha ezt megteszed, írod a saját projektjeidet, elmélyedsz egy témában, és tudod demonstrálni, hogy mire vagy képes. Ugyanezt csinálnád egyetemen is, vagy főiskolán. Úgy hívják ezt, hogy diplomamunka. Ugyanezt csinálnád egy munkahelyen is, csak ott mások mondják meg neked, hogy milyen szoftvert írjál. Ezt meg tudod csinálni, el tudod kezdeni ma. Jó? Ez a paradoxon feloldása. Van ezen kívül egy másik feloldás is. Ismerettségi körödben van valaki, akinek kellene egy jobb weboldal? Megcsinálod neki ingyen. Úgy is gyakorolnál valamit, úgy is írnál valamit neki. Sőt, ha megfelelő üzleti érzéked van, és megfelelő minőségben tudsz dolgozni, akkor akár még pénzt is kérhetsz a szolgálataiért, a munkádért. Mert te értéket adsz valakinek, ha ez megfelelő érték a karrierváltó programon pár hét után meg tudod tanulni, hogy HTML CSS segítségével hogyan tudsz jó weboldalt létrehozni, vagy ha sablonokból akarsz dolgozni, akkor Bootstrap vagy WordPress segítségével, és hogyan tudsz gyűjteni adatokat, információkat azoktól, akik meglátogatják az oldaladat, és kigyűjt, és akarnak írni neked valamit egy űrlap kitöltésével. Ugye van egy szoftver, amit használunk, és ezzel a szoftverrel, ez egyébként benne van az ötnapos kihívásban, lehet már visszajelzéseket is gyűjteni, tessék. Ezzel már egy alapfebb jelenlétet meg tudsz oldani magadtól. Már az ötnapos kihívás alapján is. Bár hozzáteszem, hogy jobb azért elsajátítani a HTML CSS alapjait, gitet, githubot, és hogy hogyan töltesz fel az internetre egy oldalt. Tehát ezzel remélhetőleg feloldottuk a ezt a paradoxont, hogy tapasztalatot nem csak munkaadó adhat, hanem te magad is adhatsz magadnak. Még annyit mondanék ezzel kapcsolatban, ezzel a paradoxon feloldásával kapcsolatban, hogy vannak egyébként non-profit szervezetek, meg sok minden más is. Például open source, nyílt forráskódú közösségek, és be tudod dolgozni magad. Nézd meg Dan Abramovot. Van egy blogja az overreacted.io, megnézett, hogy hogy kezdte, ő bemutatta az utóbbi tíz évét. És hol dolgozik most a Facebooknál? Tudom csak egy példa, de sok ilyen van. Szóval, általános probléma, ami miatt nagyon sokan nem kezdenek bele a szoftverfejlesztésbe, az a magabiztosság hiánya. Milyen, nem a szoftverfejlesztésbe, hanem a jelentkezésbe. Nem adják be a jelentkezésüket. Van egy impostor szindróma nevű jelenség, melynél még akár tapasztalt fejlesztők is azt hiszik, hogy nem, nem tudnak szinte semmit. Ez nem igaz, de ettől függetlenül ezt érzik, és ha így mennek el interjúzni, akkor jó eséllyel megbuknak az interjún. Úgyhogy ezt le kell tudni küzdeni. Hogy igenis el kell hinned magadról, hogy képes vagy értéket adni. Az iparban is. Hogyan tudod ezt elhinni magadról? Úgy, hogy készítesz egy projektet a gyakorlatban. Nem úgy, hogy bújod a könyveket és tanulod, és akkor stresszelsz azon, hogy jaj, most nem ismerem az eszinkevétet JavaScriptben. Nem. Mert mindig lesz valami, amit nem fogsz ismerni. Használtál már szimbólumokat? Ugye nem. Tudod, mik azok a tagged templétek? Nem a template literál, ahol ugye backtickeket használnak a tagged templétek. Használtál már proxikat? Használtad már a Reflect API-t? Ezek mind JavaScript témák. És ha nekem ezekből interjúznom kéne, jó eséllyel Google-höz kéne fordulnom, mert én magam sem tudom például a proxiknak a megfelelő használatát. Bár hozzáteszem az eszinköveit, az nem ide tartozik, az csak egy viszonylag friss nyelvi elem, ezt használjuk aktívan. De a többi az inkább ide tartozik. Szóval tudok mondani olyat is, amivel senior fejlesztőket, staff fejlesztőket is, ugye a senior engineer fölött van a staff engineer, őket is meg lehet izzasztani ugye a kérdésben. De ez nem baj. Itt nem egy trivia kérdés van. Ez, ez nem, a, nem a legyen is milliómos vetélkedő. Itt nem arról van szó, hogy tárgyi tudással kell rendelkezned. Itt arról van szó, hogy a gyakorlati tudással tudásodat kell tudnod demonstrálni. És még egy kis magabiztonsági, hát talán nem felejtődő tanács, de egy tényközdés, hogy rengetegen interjúznak úgy, hogy lövésük sincs az egész szoftverfejlesztéshez csak elvégeztek egy 12 hetes bootcampet. És mennek az interjúra. Látom rajtuk, mert hozzám is jöttek már többen, és voltak, akit interjúztatnom is kellett. Láttam, hogy nem tudnának elvégezni egy egyszerű feladatot sem, még segítséggel sem. Néhányan mégis találnak munkát. Miért? Mert leküzdötték a magabiztosságbeli problémáikat, és addig járják a cégeket, amíg valaki fel nem veszi őket. Ezt lehet okosabban is de ehhez szükség van arra, hogy elkezd jelentkezni a cégekhez. Tehát első lépés projekt, második lépés jelentkezés. Az, hogy valamennyi tudásod már van, az gondolom, mert már azt nézed, hogy hogyan tudnak téged felvenni. Valamit már csak elkezdtél. És ha nem, akkor ott vannak az ötnapos projektjeink. Kezd el azt. Még kedvezményeket is kaphatsz vele a karrierváltó programra. Szóval, következő álláspályázat. A magabiztosság hiányából vezetem le ezt is. Mert olyan jelentkezőknél, akiknek a magabiztosságuk alacsonyabb, és az egyensúlyukból könnyebb kibillenteni őket, kockázatkerülőbbek, ők félnek beadni az álláspályázatot akkor, ha nem tudnak minden egyes pontra kompetenciával válaszolni. Tehát tudnod kell mondjuk a automatikus tesztelés, React, Redux, TypeScript, Angular, Vue az se baj, ha tudsz mondjuk értesz a Seleniumhoz, hoz az se baj, ha hallottál már a Nightwatch-ról, mondjuk ezek pár évvel ezelőtt jobbak voltak, mint most. Ja, és érts még a Styled Components-hez, tudj Amazon Web Services vagy Google Cloud Platformot adminisztrálni, amit egyébként én sem tudok valami túl jól, csak valamennyire már kezeltem ilyen rendszereket. És még néhány, ja igen, és legyél kiváló kommunikátor, ugye, és tudj mentorálni másokat, de te is legyél jól mentorálható. És ezen kívül nem árt, ha mondjuk a HR rendszerekben otthon vagy, mert mi is HR rendszert fejlesztünk. Ugye? Ez például egy ilyen extrém álláspályázat. Lehetne mondani, hogy ez egy szörnyű álláspályázat tényleg, mert elriasztja a jelentkezőket, de ezt lehet egyben azt is mondani, hogy a munkaadók úgy se tanulják ezt meg, legalábbis néhányan már javultak ebben, de, de sokan ezt úgy se tanulják meg, hogy, hogy nem kéne lehetetlen kérni. Mert nagyon kevesen vannak, akik, Kevés tapasztalattal, akkora fizetésért, amit ajánlanak, elmennek, és mindent tudnak. Tehát nem, fog, nem fogják tudni betölteni az állást úgy, hogy minden egyes ponthoz ragaszkodnak. Ezt ők is látják, és ezért egy kicsit lejjebb adnak mindig. Úgyhogy nem kell mindent tudnod, ami az álláspályázatban van. Ha jelentkezel, megadod magadnak az esélyt arra, hogy nyerj. Ha nem jelentkezel, elbuktál már arra az álláspályázatra. Már nincs tovább nem sikerült az első próbát teljesítened, hogy beküldöd a jelentkezésedet. Akkor ne is reménykedj abban, hogy felvesznek. Tehát ha még a felét sem tudod annak, ami ott le van írva, én is jelentkeztem már rengeteg állásra, ahol a felét sem tudtam annak, amit kértek. Mit, mi történt akkor, volna akkor, ha rákérdeznek, hogy értesz -e ehhez vagy ehhez? Mondom, majd megtanulom mert bár még nem dolgoztam vele, van tapasztalatom egy másik témában, és amikorra kezdek, addigra természetesen átnézem, megtanulom, de ha meg szeretnél bizonyosodni róla, adj nekem egy házi feladatot, vagy én kitalálok egy kis projektet, beküldöm neked, és akkor tessék, ha ezen múlik a jelentkezésem. Ezzel el van intézve. De van egy magabiztosságom arról, hogy amennyiben az, annak a, az a kis esélye az megtörténik, hogy tényleg, tényleg, akkor ad egy feladatot, vagy, vagy én magam kitalálok egy feladatot és beküldöm neki, akkor be is fogom tudni küldeni, mert a probléma megoldó képességem az a helyén van, hiszen ezt treníroztam már 20 éve nagyjából. Több mint 20 éve. Úgyhogy ezért kell projekteken keresztül tanulni mert ott demonstrálni tudod, hogy képes vagy problémákat megoldani a gyakorlatban. És ha ezt egy témában meg tudod csinálni, akkor meg tudod csinálni több témában is. Jó? Nem kell az, hogy most te react oldottál meg egy feladatot, de Vue.js-be szeretnének a programoztatni téged. Akkor azt mondod, hogy hát te nem szeretnél annyira a Vue.js-ből interjúzni, mert még nem tudod, de ha fontos neki, akkor, akkor nyugodtan megteheti azt, hogy kér egy másik interjú alkalmat, mondjuk egy hét múlva, és akkor addigra megtanulom a Vue.js-t alapszinten, és akkor se azt kell demonstrálnod, hogy mindent tudsz a Vue.js-ből, hanem azt, hogy van benned potenciál, van benned lehetőség. Ugye van a teljesítmény, performance, amit jelenleg tudsz, és a potential, a potenciál, hogy milyen lehetőségre rejlik benned. És az emberek általában az utóbbit azt ugyanúgy elfogadják, mint a teljesítményt most. Úgyhogy ezért kell projektet építened akkor is, ha a világ összes tudásának a felszívásában ez egy kicsit lassít annak a törekvésében. Egyébként ez a törekvés, ez perfekcionizmusból ered, a perfekcionizmus pedig egy magabiztosság hiányból ered, hogy nem vagyunk elég jók ha ezt leküzdöd, elkezdesz alkotni, akkor még élvezni is fogod az utat. Nem csak az, a lény az lesz neked a lényeg, hogy vegyenek már fel, hanem minden egyes percet, amit szoftverfejlesztéssel töltesz, élvezni fogsz tudni. Még azt is, amikor Stack overflow keresed a hibát. Ha ezzel kapcsolatban több motivációra van szükséged, hogy megérts, hogy mi az, hogy élvezni az utat, és nem csak a, nem csak a célt elérni, javaslom a Békés Harcos útja Peaceful Warrior című filmet, ha minden igaz, még YouTube-on is fent van, magyarul. Ez se akadály. És akkor, ha a magabiztosság hiányt leküzdöttük, van már projektünk, akkor három kaput kell kinyitnunk. Na most már a Szintbád 8. utazásába is belemegyünk. Jó, három kaput. Ott mondjuk hét kapu volt, mindegy. Az első kapu a megfelelő jelentkezési csomag. Önéletrajz, az nem elég önmagában, de az önéletrajzban van benne a jelentkezési csomagod nagy része, kivéve ha írnak, kérnek motivációs levelet, de a motivációs levél is csak egy e-mail, ami csak úgy jön akár természetesen is, ha meg nem, akkor dolgozol sablonból. És a sablont azt eléggé személyre szabott, hogy úgy érezze a cég, hogy neki kiadtad konkrétan. Tehát, önéletrajz. Mivel nincs tapasztalatod, ami igazolható, hogy cégnél dolgoztál, ezért nyilván egy kompetencia alapú önéletrajzot fogunk kérni. Enne, ebben van egy sablon is a karrierváltó programon, ahol ugye vég vegyünk az önéletrajzírás rejtelmein elejétől a végéig, hogy mégis milyen országban, hát jó, néhány országot említünk, mondjuk a Amerikai kontinensen, Európán belül mondjuk Németország, Svájc, meg Magyarország nyilván, milyen sajátosságok vannak, meg hogyan néz ki egy pályakezdő önéletrajz, mondjuk tanulmányok után, hogyan néz ki egy, egy karrier váltó önéletrajz. Az azt jelenti, hogy valahol volt kompetenciád, és ott megpróbálsz minél többet átmenteni az ottani hírnevedből az új helyre ha például van valami kapcsolódó dolog, akkor abba bele lehet egy kicsit kapaszkodni, hogy igazolja, hogy te már letettél valamit az asztalra, mint munkavállaló, és akkor most ebben az új munkakörben, mivel vannak már projektjeid, amivel demonstráltad a képességeidet, be vannak linkelve ugye az önéletrajzba, ezért valószínű itt is meg fogod állni a helyed. Ennyi elég, fel tudnak ez alapján venni és itt vannak a különböző elemek. Legfontosabb GitHub link, hostolt projekt linkek. Hostolt mit jelent az, hogy egy szerverre fel van töltve. Ez lehet a GitHub Pages is. Ha érdekel, hogy hogyan kell megtenned, akkor keresd meg a mi Git GitHub videónkat magyarul. Három órás tanfolyam, a végén ott lesz egy WordPress, illetve nem WordPress Bootstrap oldal GitHub Pages-en. És egyébként még a Programozás Karrier Python című könyvben is További projektötleteket adunk, és ipari szereplőkkel valódi, igazolható együttműködési lehetőségeket is mutatunk. Hogy hogyan lehet, nyilván ez nem pénzért valószínű, bár vannak olyan esetek is, de hogyan lehet igazolhatóan egy hasznos projektet elkészíteni, amit emberek fognak használni, és egy megfelelő ügyet is fog szolgálni. Oké, okay. ez az első kapu, ezt összeállítottad. Ennek lesz egy valamekkora színvonala sikeressége. Most beküldöd az önéletrajzokat különböző helyekre, és nyilván tartod. Időnként rájuk kérdezel, hogy mi történt, ha véletlenül nem jönne válasz, mert nem fognak mindenkinek válaszolni a cégek. És nyilván tartod a sikerességi rátádat. Ha ez nagyon alacsony, és nem kapsz interjúkat, akkor valami baj van az önéletrajzzal. Tovább kell literálni. Ez azt jelenti, hogy változtatni kell az önéletrajzodban, mert lehet, hogy tele van helyesírási hibákkal, lehet, hogy borzalmas fényképet tettél bele, mert ugye a karrierváltó programon ott van, ott van, egy külön anyag arról, hogy milyen fénykép a megfelelő, milyen ugye visszafogott mosoly és professzionális és a kamerában néz, nem úgy elnéz, nem ezek a művészképek, meg nem a ilyen a, egyéb szociális médián, meg, meg egyéb alkalmazásokon használt képek. Úgyhogy a, itt is lehet sok mindent, sok mindent a, javítani. És iterálsz, folyamatosan javítod az rajzodat Második kapu. Megkapsz már interjúkat. Ez azt jelenti, hogy elmész és bizonyítasz egy interjún. Lehet, hogy minden interjúról kivágnak. Ez nem gond. Hát a kivágnak ez önbizalom hiányjal nyilván ez, ez, rosszul hangzik, de ez gyakorlatilag a sikertelen interjú a legjobb dolog, ami veled történhet. Jobb, mintha felvennének az első interjúdon. Miért? Mert ha felvennének az első interjúdon, akkor nem tanulsz meg interjúzni. Vagy egy külső segítséget kell igénybe venned, például szimulált interjúkat. Úgyhogy interjúzásnál az a lényeg, hogy tapasztalatot szerzel minden interjú. És ha sikertelen az interjú, az is tapasztalat. És minél több tapasztalatod van interjúzásból, annál nagyobb lesz a sikerességi rátád, feltéve, hogy aktívan gondolkozol rajta. Annak idején, amikor én Gokárt versenyző voltam, akkor elmentem egy külön gokárt coaching, hát nem coaching, hanem egy ilyen mentorálás volt, hogy a mentorral, aki tapasztalt versenyző, mentünk a pályán, ő nekem dolgokat, íveket, és kívülről is megnézte, hogy hogyan vezetek, és minden alkalom után adott nekem tanácsokat. És a mentorálásnak az lett az eredménye, hogy csúcsot és sikerült futnom méghozzá 85 85 két. Jó, persze ehhez megfelelő pálya és megfelelően erős gokárt is kellett, mert ott a, ugye a gokárt erőnél, ha csak egy nagyon, nagyon gyenge gokárt van, akkor a súly az, az, kijön. De ha megfelelően erős a gokárt és megfelelően szűk a pálya, akkor tudtam úgy navigálni ott a, a gokárt alatt végül pálya csúcs lett belőle. Még volt egy másik versenyző ott azon az alkalmon, aki megkapta ugyanazokat a tanácsokat méghozzá személyre szabottan, hogy ő mit csinál rosszul. Meghallgatta őket, egyik fülén be, másikon ki, elment még egy kör, és ugyanazokat a hibákat ugyanott, ugyanúgy konzisztensen el, elkövette. Miért mondom ezt? Mert ha az interjún, vagy az önéletrajzodban láthatóan emiatt bukik el a jelentkezésed, de nem, nem veszed észre, akkor meg is érdemled azt, hogy nem vesznek fel. Mert folyamatosan nézni kell, hogy mi az, ami miatt sikeres vagy sikertelen a jelentkezésed. Jó? És mit kell csinálnod ahhoz? Néhány alapelvet tudok mondani, csak hogy az interjú sikerelved. Nem kell tudnod mindent. Az a lényeg, hogy demonstrálnod kell három dolgot. Az, hogy önállóan tudsz megoldani problémákat, az, hogy érdekel komolyan a szoftverfejlesztés, mert ha egy kezdőt nem érdekel, akkor miért van ott. És az, hogy hajlandó vagy keményen dolgozni azért, hogy a kompetenciabeli hiányosságaidat ellensúlyozd munkával, tanulással. Ha ez a három megvan, akkor már csak azért is jobb eséllyel felvesznek mert látják benned a lehetőséget, a potenciált. Lenne egy negyedik dolog is a személyiség, mert van egy ilyen a kritérium is, hogy culture fit, azaz a céges kultúrába be tudj illeszkedni, akármit is jelent ez. Itt most nem konkrétan az ilyen karikatúrákat kell nézni, hogy ilyen céges agymosott találkozók vannak, hanem az, hogy tényleg vannak értékek. Vannak olyan értékek, amelyeket egyes cégek fontosnak tartanak. És ha valamit nem tudsz mondd el őszintén, hogy mennyi tapasztalatod van benne, de persze ez nem azt jelenti, hogy túl sok mindent, mindent rázúdítasz az interjúztatóra, hanem konkrétan annyit jelent, hogy diplomatikusan bevallod, hogy hát még wjs ben életemben nem írtam egyetlen programot sem, egyetlen videót néztem meg belőle és láttam, hogy ez egy kicsit az, az kicsit egyszerűbb, mint az Angular, de Angularben van, van tapasztalatom, tehát elképzelhető, hogy tudok egy-két dolgot mondani róla. De akkor, ez csak akkor mondta, hogy Angularben van tapasztalatod. Ha nincs, akkor azt mondta, hogy Reactben van tapasztalatod, és ott másképp működnek a dolgok. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, ha mégis megkérdezed az interjúztatót, hogy akkor most mire kíváncsi konkrétan, és hogy te ezt hogy, és akkor kitaláljátok együtt, hogy ezt te hogyan tudod neki bebizonyítani. Lehet, hogy házi feladatot írsz neki, erről már beszéltünk. És akkor mondanék egy kis történetet arról, hogy, hogy én hogyan mentem át egy, egy vizsgán egyetemen. Lövésem sem volt egy adott témáról, Legalábbis megtanultam a tételt úgy nagyjából. De nem, nem éreztem rá még arra, hogy ebből, ezt hogyan lehet alkotásra felhasználni. És ráadásul a, fő, a tárgynak a fő előadóját kaptam kivizsgáztatónak. Ő egy hatalmas szaktekintély. Tényleg hatalmas szaktekintély minden, minden szempontból és valós időben nagyon bonyolult dolgokat át tud látni. És a jelentkezésemnek az volt a története, hogy feltettem a kezem, mert láttam, hogy egy viszonylag könnyű vizsgászató jön felém, de hirtelen a, tárgy az a, az a az a vizsgáztató irányt váltott, és a tárgyelőadója meg észrevette, hogy jelentkeztem, és akkor már nem teltem le a kezem, ugye? És jött örült, hogy akkor jöhet vizsgáztatni. Megnézte a kidolgozott írományomat, és sas szemmel szinte rögtön kiszúrta azt az egy részt, ahol bizonytalan voltam. Már én bizonytalan olyan értelemben, hogy egy kicsit pongyola volt a matematikai levezetésem, és hiányzott belőle egy kis rész. És azt a kis részt, akárhogy is gondolkodtam, nem jöttem rá akkor rögtön belekérdezett, hogy akkor nézzük meg ezt a részt. A többi nem érdekelte, azt úgy is tudtam, ugye? És nyilván akkor én mivel kezdhettem volna, megpróbálhattam volna magabiztosan előadni azt a részt, hogy hát ha átsikik azon a kis ponton? Nem, nem. Ha megpróbáltam volna ezt, akkor jó eséllyel belebuktam volna abba a pontba, mert úgyis úgy is látta, hogy miért kell ebbe belekérdeznie. Nem mondtam, hogy igen, itt van egy kis pontyolás ebben a részben, azért, mert a, ugye interjú közben, hát nem interjú, hanem a felkészülés közben valahogy nem akart nekem eszembe jutni ez a, ez a, ez a kis rész, de nézzük akkor előről, az elejéről gondolkodjunk együtt, és akkor jó eséllyel megtalálom a megoldást, mert gondolkodásra nyilván. A, jó eséllyel, a jobb eséllyel megtaláljuk a megoldást akkor. És mondtam akkor a saját részemet, és a vizsgáltató elkezdett kérdezni, de nem mondta meg a megoldást, megpróbált rávezetni. A vizsgáltató segített nekem konkrétan. És miután befejeztük ezt a részt, meg, lett ott, a, meg lett ott a megoldás is, mert nyilván egy sok év tapasztalattal, hát mi mást, mi mást tudna, mint, mint segíteni, nyilván. Miután meglett ez a megoldás, akkor utána elkezdett nekem különböző anyagrészekből, tehát gyakorlatilag az egész fél éves tájból össze-vissza ilyen kérdéseket feltenni, ahol gondolkodni kellett egy kicsit. És kiderítette az igazságot ez a lényeg. Ezért tudom nagyon tisztelni őt, mert kiderítette az igazságot, hogy egy négyes szintre tudtam azt a témát. Valóban ez volt az igazság. És az utolsó kérdésnél, amiben egyébként belebuktam, mert megpróbáltam gondolkodni, nem jöttek a gondolatok, megpróbált rám vezetni, akkor mondta, hogy jaj, nagyon, nagyon sajnálom, nagyon sajnálom. Mert gondoltam, hogy já, hallottam már róla a rémhíreket, hogy egyeseket meg ketteseket ad szinte mindenkinek, aki, aki rémhír terjesztett. És gondoltam, hogy jó, akkor most én is megkapom az első kettesemet, vagy hármasomat, hogy hogy néz ez ki, vagy akár még meg is buktat, vagy mi lesz itt. Nagyon sajnálta, hogy csak négyes tud adni. Ez sajnálta nagyon. Mert látszik, hogy hézagok vannak. Én meg elismertem, hogy igen, valóban hézagok vannak, aztán jött bátorítani, hogy ismételjen meg a vizsgát majd máskor. Készüljök fel kicsit jobban e, ezekből a részekből, lássam át, mert van bennem fejlődési lehetőség, potenciál. Ezt így megmondta. És innentől kezdve láttam, hogy a töm én nem hihetek a tömegnek. Ekkor jöttem rá, hogy ha a tömeg azt mondja, hogy tapasztalat nélkül nem vesznek fel interjúra, akkor a tömeg hazudik valószínű. Vagy nem hazudik, hanem saját magának is hazudik, inkább azt mondanám. Nem ismerik be, hogy nem erről szól a játék, hanem arról, hogy önállóság, érdeklődés, kemény munka, személyiség. Jó? És őszinteség. De nem oversharing, azaz nem, nem traktálod a másikat azzal, hogy, minden egyes apró részletet elmondasz neki. Tehát, ha ez mind megvan, akkor csodákra vagy képes. Ott az, ott az egyetemen, megmondom őszintén, azokat a, azokat a rémhíreteket, amiket hallottam arról a vizsgáztatóról, hogy neki az okoz örömet, ha megbuktathatja az embereket, én nem ezzel találkoztam. Én megadtam neki az esélyt, hogy konstruktívan áll hozzá magához a vizsgához, és ez is történt maximálisan ez történt. Ő pedig most, ha megnézzük, hogy ha belepróbálnám élni a helyzetem a vizsgáztatóba, ami interjúztató ugyanez a helyzet, akkor mi okoz neki örömet? Azt, ha valaki végre nem csak átverni próbálja, amit úgy is észrevesz fél perc alatt, hanem tényleg vette a fáradtságot, hogy az ő tárgyát, ami neki fontos, ezt elsajátítsa legalább egy olyan szinten, hogy egy egy diskurzust, egy beszélgetést tudjon vele lefolytatni, és látszik, hogy önállóan képes problémákat megoldani. Ezért kaptam én meg azt az egyébként jól megérdemelt négyest, ami lehetett volna akár hármas is nyilván. És ezért volt az, hogy azok, akik azt hitték, hogy át tudják verni, meg tudják vezetni a vizsgáztatót, <laughs> ők egyest kaptak akkor is, ha egy csomó mindent írtak. Mert az, hogy egy csomó mindent írtak, de hiányos a gondolkodás, az azt jelenti, hogy nem tudnak gondolkodni. És akkor már csak alapból a kettesért mennek, ugye? Ugyanez van itt. Ha azt hiszed, hogy el tudod rejteni a gyengeséget, kb. annyira leszel sikeres, mintha egy párna alá dugnád a fejed. Erről is volt egy ilyen másik hasonlat, hogy gondold, gondold azt, hogy egy hangya vagy, és azt hiszed, hogy el tudsz rejtőzködni a másiknak a, vagy egy embernek a tenyerében, de valójában ő látja, hogy mi van a tenyerében, és látja pontosan a hangjának az erőfeszítéseit. Kb. erről van szó. Most az, hogy a, ez a vizsgálható nem mondta meg a többieknek, akiket megbuktatott, hogy miért buktak meg. Pontosan mert nem akart őket megbántani, hogy látszik, látszik, hogy olyan hiányoságok vannak, hogy nem érti az egészet, csak megpróbálta megtanulni. De van, akinek valószínűleg megmondta, csak az egójuk nem, nem fogadta be. Szóval az hogy, nem, az, hogy nem mondja ki, ez nem jelenti azt, hogy nincs vele tisztában. Mert néha még az is lehet, hogy kettes átenged enged egy kettőt, mert a tételnek a tudása, meg a levezetése saját gondolatok nélkül, meg próbál megoldást nélkül már megérhet neki egy kettes szintet. Oké, okay. tehát az interjú erről szól, önállóság, érdeklődés, kemény munka. Harmadik kapu a bértárgyalás. Pálya kezdő vagy. Nem valószínű, hogy az FBI túlsztárgyalásos stratégiái stratégiáin eredményt fog, fognak jutni, vagy eredményre fogsz jutni velük. Ha nagyon szükséged van egy állásra, akkor jó eséllyel nagyobb hátrányból indulsz. Ha egy helyen kapsz ajánlatot, és még soha nem kaptál ajánlatot, valószínű szintén hátrányban indulsz. És ezeket a hátrányokat egy tárgyaláson nagyon nehéz csökkenteni. Tehát vannak lehetőségek itt is, vannak módszerek, és két tudod képviselni magad, de itt még kise kevesebb értéket adsz. Tudok erről egy módszert mondani, hogy nagyjából érezte, hogy mikor, hol tartasz a bértárgyalásban, jó? Van a, ez a vibe módszer, ugye a vibe az, hogy milyen hangulatot tudsz terjeszteni. Good vibes például, hogy jó hangulatban megy a jó hangulat árad, akár belőled, vagy akár a szituációból. Na most a vibe az első három betű a VIB, így lehet megjegyezni leginkább. A V az value, az az érték. Mekkora értéket képviselsz a cégnek? Ez az interjútól függ. Ha hatalmas potenciál rejlik benned, és kiváló problémamegoldó képesség, megfelelő etikai alapok és megfelelő munkamorál van benned, akkor még akár értékes is lehetsz. Értékesebb, mint egy másik kezdő, de nem értékesebb, mint egy szénior fejlesztő. Ez nagyon ritka. Ez az érték. Van egy valamekkora értéked. Az I. Investment, azaz befektetés. Kinek fontosabb az adott tranzakció létrejötte? Neked vagy a cégnek? Ha van három ajánlatod, vagy kettő, és a másik ajánlat jobb, akkor nyilván neked kevésbé lesz fontos, hogy oda menj dolgozni, ha más érv nem szól emellett a cég mellett. Tehát ott akár még azt is megkockázhatod, hogy ennyit kérsz, kicsit többet, mint a másik cégtől, take it or leave it. Tehát az ennél kevesebbért nem jössz oda, mert máshol megkapnád. Ez egy nagyon egyszerű befektetésbeli különbség. A cégnek pedig bedőlnek a projektjei, ha nem, nem vesz fel téged. Vannak ilyen helyzetek is. De van olyan helyzet is, hogy hát jó, van már elég fejlesztőnk, de szeretnénk néhány friss perspektívát, és lehetőleg jó fejlődési lehetőséggel rendelkező fejlesztőt ugye meghív, meghívni a csapatunkba, akkor felveszünk valakit. Szóval te ott elkezdesz kardoskodni, hogy te 20%-kal többet szeretnél keresni, és volt egy mondjuk egy átlagos teljesítményed az interjún, akkor, akkor jó eséllyel eliminálod magad. Tehát itt az, hogy kinek a fontosabb, ugye a kettő közül investment, ki jobban investált. Az adott helyzetben, kinek van jobban szüksége a másikra. A harmadik pedig az, hogy mennyire vagy hiteles. Believable. Ez a VIB. Úgyhogy ez, ez a három érték, ennek az, a, az az érdekessége ennek a háromnak, hogy a, ennek a három értéknek a minimumát kell venni és ha az egyik nincs meg a háromból, akkor gond van a vértárgyalásnál. Az egyik nagyon nincs meg. És mindig tudod látni, hogy melyiket kell javítani a háromból. Mert ha elkezdesz egy hiteltelen stratégiával kardoskodni, vagy olyat állítasz, ami nem igaz rád, akkor valószínű a saját Jövődet ásnád alá az adott cégnél, és eleve nem fognak neked hinni. Tehát, ha ez, ez az egész bértárgyalásos stratégia, ez hihető, hogy jó, hát megélhetési költségeket azért szeretnél például, mert a megélhetési költségeidet nem fedezi az, hogy mondjuk felköltöz Budapestre az adott a munkáért, és annyi pénzből még, még lakbére is nehezen telne, így nem, nagyon, nem valószínű, hogy ezt te meg tudod engedni magadnak. Ez egy tárgyalási, le, tárgyalási alap, ugye? És akkor itt alapból elhiszik, amikor ezt mondod, hogy jó, hát ez, ez neked így nem fog akkor működni, ha otthonról tudsz dolgozni, akkor működik, de nem, nem tudsz fenntartani egy lakást ekkora összegből. Ugye? Tehát akkor itt, itt gondok vannak. Ez, ez egy hihető érv például, és akkor lehet, hogy mindent megtesznek azért, hogy megnézzék, hogy tudnak-e neked magasabb fizetést biztosítani feltéve, hogy a másik kettőnél jól szerepelsz. Tehát akkor egy hiteles érved van, de magas az értéked, és a cégnek is te kell lesz. Szóval ezt a hármat, ha megnézed, akkor nagyjából tudnál navigálni. De ne menjünk ebben nagyon bele. Amikor tapasztalatot szerzel első munkahelynél, úgyse az lesz a meghatározó, hogy ott mennyit keresel. Mert például elmész egy másik országban, megsokszorozod a fizetésedet. Jó. Tehát ott még nem is lesz érv, hogy mennyit kerestél, egyrészt például Németországban tilos ragaszkodni hozzá, hogy, hogy ezt a te eláruld. másrészt meg ha még meg is tudnák, akkor sem érvadó, mert mások a megélhetési költségek. Oké, okay. tehát ez a három kapu. Ezeket kell átmenni, ezeken kell átmenni, és ha a másodikon már átmentél, akkor lehetőleg ne itt ki magad a cégből. Jó, mert legfeljebb ha nem tetszik, akkor elmész máshova. Aztán mennyiség és minőség. Annak idején egy újatáborban mondták nekem, hogy a mennyiségből előbb vagy utóbb minőség lesz. Itt konkrétan az énektudásunkra utaltak, főleg az alkoholál támogatott énektudásunkra, és már akkor se hittem nekik. Érthető okokban, melyen akkor józan voltam. De nálad ez a fontos, hogy a mennyiségről sokaknak hamis gondolataik vannak. Sokan azt hiszik, hogy jóval, de jóval kevesebb jel -et kell jelentkezniük, mert háromból vagy ötből felvesznek. Van rá esély, de a gyakorlat azt mutatja, hogy lehet, hogy többet kell. Többet kell jelentkezni, több helyre kell jelentkezni. És ezzel együtt változtass akkor, ha alacsony a irátád, emlékezz a Gokártos történetre. Ugyanez történik itt is. Kicsit javítasz az önéletrajzodon, javítasz a projekteden, most már a link, amit megadtál a, az önéletrajzban, kattintható rá, és kattintsanak, sőt, még a hostolt szoftver se száll el hibával, amikor megnyomod az első gombot, akkor elképzelhető, hogy jobb lesz jobbak lesznek az arányok. Mert nincs annál rosszabb, mint betenni azt, hogy itt van a weboldalam, és nem működik a weboldal. Ennél rosszabb nincs. Mert akkor így fogsz hozzáállni majd a céges dolgokhoz is. Szóval ha akarod a személyiségedet egyébként tudod ugyanúgy egy kicsit demonstrálni azzal, hogy egy vagy egy pár perces videót felveszel, vagy egy kis pár perces prezentációt, még a webkamera nem is kell csak hogy hallják a hangodat, ez se rossz. Van, aki meghallja, van, aki végignézi. Nem mindenki, de van, aki igen. De persze ez nem kötelező, ez már csak a top pár százaléknak van így. Oké. Okay. Szóval ez volt a jelentkezés. Programozai állás tapasztalat nélkül. Ha szeretnél egy a zéig megoldást, hogy a projektjeidet kidolgozod, megfelelő minőségben a megfelelő dolgokat megtanulod, önéletrajzod elkészül, meg a, ugye, egyáltalán a jelentkezési csomagod, megtanulsz interjúzni, akkor javasoljuk a karrierváltó programot továbbra is. És ha szeretnél szoftverfejlesztői karrier, de még nem döntötted el teljesen, és szeretnéd látni, hogy milyen lehetőségek vannak benned, akkor a programozáskarrier.hu oldalon törzs ki a tesztünket.